Péter vagyok, és a Flutter fogom bemutatni, hiszen most az éles kód cserét benne, de azért fussunk végig, hogy mi a Flutter. Tehát ez egy mobil szoftverfejlesztési készlet, iOS-ra és Android-ra. Tehát a lényege az, hogy megírom egyszer a kódot Dart-ban, ez nem just in time, hanem ahead of time le fog fordulni. Konkrétan olyan kőkemény kód készül belőle, hogy a Dart Mirroring nem fog működni. Minden egyes osztálynak így a memória layoutja az így rögzítve van. Nem lehet vele variálni. Viszont ugyanakkor minden alkalmazást tartalmazni fogja a Dart VM-et és ezt a lefordított kódot. A Flutter az nem egy pixel szintre. És az adott környezethez igazítja magát. Tehát baloldal látható egy iOS, jobb oldalt egy Android screenshot, lehet látni, hogy az ikon más, hát most csak azt, hogy visszafelé ikon tudom mutatni. Ami nem látszik a képen az az, hogy másképpen működik a scrollozás. Minden hasonló, ugye iOS-en azt szoktuk meg, hogy rugalmasan visszapattan, amikor a végére érünk. Androidnál egy szürke overlay forma jelenik meg. Ezt mind-mind megcsinálták és implementálták külön Dartban, tehát nem az operációs rendszer natív dolgait használja, hanem külön megvan. Nagyon-nagyon könnyű telepíteni, tehát framework-kel ilyen penge telepítésen még nem volt. Le kell tölteni egy csomagot a Flutter.io-ról. Lehet, hogy még azt se kellett volna, de én magamnak megcsináltam annyit, hogy a path-be betettem. Azt mondtam neki, hogy Flutter Doctor, az leszedett mindent, figyelmeztetett, hogy Blue nincsen is találva. Igazából ennélkül is működött, de nagyon szépen megnézi mindent, és például projektet is így lehet létrehozni, tehát nem úgy hozok létre projektet, hogy na, akkor kezdjünk el pubspec.yaml-t írni, hanem csak azt mondom neki, hogy hát hozzá létre ezt a Mocha projektet, és létrehozta példakóddal kitöltött, minimális példakóddal, tehát nem az van, hogy így létrehoz 10 fájt 50 osztálya. És pofon egyszerűen indulni vele. Na, nézzük egy kis demót, amit az egyszerűség kedvéért felvettem előre. Tehát az a lényeg, hogy itt elindítottam egy Flutter alkalmazást, ez az iPhone szimulátorba fut. Nyilván tudom debugolni ugyanúgy, ahogy másképpen. Szóval átmegyek és azt mondom, hogy a lapos gomb az mégsem jó, legyen emelt gomb. És ezzel megváltozott egy függvénynek a törzse, nyomok egy reloadot. Akkor elkezd számolgatni és hopp lecserélte Raise buttonre. Na most itt van ez a clear gomb és kicsit olyan hülye az az ikon, amit használok, ott igazából csak egy Unicode karakter. Úgyhogy jó lenne lecserélni valami másra, mondjuk CLR-re. Ezek a gombokat, ezeket definiáltam előre egy konstansba, és akkor itt átírom a feliratát arra, hogy CLR. És ha egy szimpla hot code replace nyomok, akkor nem történik semmi, mert hogy a konstansokat nem generálja újra. Tehát ez inkább csak a függvény törzsekre vonatkozik, vagy új mezőkre az osztályokra, vagy mezők elhagyása még talán. Úgyhogy akkor egy teljes újraindítás kellett. Tehát azt képzeljük el, hogy a programunk fut, ott beírtam számokat, megnyomtam neki a hot code replacementet, és a beírt szám megmaradt. Tehát a programnak az állapota az ott maradt. És azt hiszem, hogy ilyet így a webfejlesztésben is ritkán tapasztaltunk, esetleg ha csak CSS-t változtatunk, akkor látunk ilyesmit, de vagyok nem, hogy a gombot megnyomom egyszer, csinálja az egyiket, átírom, hogy mit csináljon a gomb, és megcsinálom, hogy kicserélődjön az implementáció, és akkor már más csinál a gomb. Tehát így fejleszteni nem tudunk. És nem tudok elmenekülni. Szóval, de igazából ennyi volt maga az előadás része a dolognak. Ezt meg kirakom szép nagyban. Szóval Flutter.io a címe, lehet majd Google I.O.-n hallani erről sokat, illetve még szintén fogok előadni a témába, úgyhogy lehet engem kérdezgetni majd, hogy hol. Kívánok én.
Ezután nem nagyon hallani, hogy van valami fejlődés Dartjával. Miért használják Dartot? Hogyha van mondjuk egy Swift-en vagy egy Kotlin-en, ami egy kicsit talán kiforrottabb platform. iOS-re vagy Android-ra. Nem tudom, hogy mennyi Swift van Androidra. Egyébként a Dart VM projekt az eléggé életben van és működik. Kint voltam tavaly októberben Münchenben a Dart Summiton, és ott mutatták be a Fluttert, ott ismertem meg és szerettem meg a Fluttert. És igazából ezzel előre akar mozdulni a Google, az nagyon egyértelmű volt. A saját belső CRM rendszerüket, a mobil alkalmazást átültették Flutterre. Tehát azzal így megvannak, tehát én látom az elköteleződést a Google részéről. Azt mondtad, hogy ezek mind újraimplementált arra, tehát egy gomb, stb. Akkor mi történik a natív gombokkal? Tehát hogy azokat azért így kitalálták, hogy egy material design az hogy néz ki, az Apple-nek a flat dizájnja az miért úgy néz ki, lehet szeretni, vagy nem szeretni, de tehát, hogy azok dizájn nyelvek. Ez meg azokat implementálja újra, tehát hogy egy iOS-en iOS kinézete lesz, vagy pedig mindenhol Flutter.io kinézete lesz. A natív megjelenésre törekszik, tehát hogyha talán ilyen egyszerű message box, igen, nem, két opciós dialógus megjelenik a iOS alatt, akkor az úgy néz ki, mint egy iOS-es dialógus, Android alatt, mint egy Android-os dialógus. Azt hiszem, hogy aztán egy kicsit szembetűnőbb ott a különbség, de ők létrehozták és karbon tartják ezt a nyelvet. Azért, azt hiszem, hogy azért választották ezt a megoldást, mert szerették volna nagyon kézben tartani ezeket a dolgokat, hogy a kompatibilitás szerintem igazán csak akkor lehet kézben tartani, amikor a két nagy platformnak az alatta lévő, nevezzük middleware-nek, tehát a magát a grafikus rész azt ők tartják kézben. Főleg az, hogyha az ember új kifejezéseket, gesztúrákat szeretne implementálni, meg van a saját ilyen gesture rendszerük, amivel próbálja kitalálni a felhasználót is jár, és ehhez lehet plugineket fejleszteni. Egyébként az egész SDK-nak így a widget library ideje az nagyon épít arra, hogy elválasztja magát a widgetet a megjelenéstől és a belső állapottól. Mi a legkomplexebb app, amit ismersz, és ebben készült, és kint van két platformon, és sokan használják, ami valós? Az igazság az, hogy nem nagyon ismerek platformot, ez még eléggé developer preview állapotban van. A frequently asked questions-ben, ahol megkérdezik, hogy lehet ezzel fejleszteni alkalmazást élesre, ott így kb. Azt válaszolják, hogy hát, hogyha úgy érzed, hogy neked ez működik, akkor nyugodtan. Tehát nem érzem úgy, hogy nagyon ígérnének bármit is. Tehát még az is lehet, hogy az API fog változni rengeteget, de végülis amilyen alkalmazást már elkészítettél, az nem olyan, mint a web, hogy a böngésző kicserélődik alatta, és akkor jaj, többet már nem működik. Tehát itt például csak a Google belső CRM alkalmazását ismerem, ott a demo, amit lenyomtak, az elég meggyőző volt, ugyanakkor viszont egy belső alkalmazásról beszélünk, nem egy nyilvánosan elérhetőről, úgyhogy nem tudok mondani sajnos példát. Flutter.io miért viszonyban van a Xamarin-nak? Mi az a Xamarin? ezt tudja. Ugyanezt tudja, csak C-Sharp-on ír. Nem hiszem, hogy bármilyen kapcsolatban állnak, lehet, hogy ihletet megítettek belőle, de... Akkor a Flutter így elkötesztő magát a Dart mellett, vagy ez csak az első nyelv, és esetleg lehet más nyelven is későbbiekben? A Flutter szerintem maximálisan elkötelezze magát a Dart mellett. Leginkább azért, mert nyilván nem mondták ki ezt explicitet, tehát hogy mert most ez így neki is egy új ötlet, hogy miért nem támogathatna más nyelveket.
így mondták, hogy kerestek egy nyelvet, nem azért választották a Dartot, mert hogy Google, és akkor nyilván a nyelv akkor Dart, mert lehetett volna akár Go is, de az elég érdekes lett volna. Szóval azért választották a Dartot, mert megvoltak a maguk követelményei, hogy milyen VM-et keresnek, és a Dart volt az, ami megfelelt ezeknek a követelményeknek. A követelmények egyike az volt, hogy nagyon gyors legyen az rövid életű objektum allokáció, és hogyha valaki belemászik egy kicsit a frameworkbe, akkor láthatja, hogy rengeteg rövid életű objektum allokáció van benne. Tehát például valahányszor megváltozik a nézet, akkor a teljes widget tree-t azt így újraépíti. Vagy nem feltétlenül a teljeset, de azt a részfát, ami változik mindenképpen. Utolsó kérdés. Sör mellett. Köszi szépen.